Köszöntöm nézőinket! A mai művészvárosban a képzőművészet és a színház lesz a középpontban. Tartsanak velünk! Januárban töltötte 91. születésnapját Balogh László munkácsidíjas festőművész. A szentendrei festők duenje 90 után sem állt meg a munkával, ezúttal a Ferenci Múzeumban nyílt kiállítása, az Érzések geometriája címmel. Megnyílt Balogh László kiállítása, a Ferenci Múzeumi Centrum a munkácsidíjas festőművész munkáit bemutató kiállítással június 17-én indította útjára a Vajda Múzeumban az Ikon nevű kiállítóteret. Nagyon régen készülünk erre a kiállításra. Már múlt évben szerettük volna üdvözölni születésnapján Balogh Lászlót. Ha lehet, akkor most ünnepelnénk meg születésnapját egy évvel később. Szorosan együtt fogunk működni a múzeumhoz tartozó grafikai műhelyhez, és így fogunk különböző mappákat, illetve egyedi lapokat előállítani. Így a Balogh Lászlónak is készülünk egy mappával. Majd azt követően Vince Otto, Hász István mappája már elkészült, és készülünk az ő kiállítására is. Majd Nádler, Bak Imre és a jövő évben Kessür Julanna mappáját, illetve kiállítását üdvözölhetjük itt. A múzeum vezetősége szeretné, ha az új kiállítótér platformként szolgálna a szentendrei művészek számára. Az intézmény célja, hogy a művészek rendszeresen be tudjanak majd mutatkozni, illetve a grafikai műhellyel együttműködve újra szeretnék indítani a már elfeledett hagyományt, a szitanyomást. Annó a grafikai műhely alapításában nagy szerepe volt Balogh Lászlónak is. A művészek köréből indult ez a vállalkozás, és olyan többfunkciós kortárs művészeti intézményt kívánt létrehozni, amely kísérletezési alkotási lehetőséget teremt a városhoz kötődő művészeknek, s mely egyúttal a szentendrei alkotóközösség szakmai felügyelete alatt működhet. Korszerű kiállító és árusító hely is lehetett. És ez így is működött. 1980. február 1-én alakult meg. Előbb a művészeti alap, a Pest megyei tanács, a Szentendre város, a megyei múzeumigazgatóság, valamint a Pest megyei művelődési központ és a könyvtár anyagi támogatásával, később pedig a Pest megyei múzeumigazgatóság a fenntartása alatt működik, ma pedig a Ferenci Múzeum vette a szárnyai alá. Az itt készült nyomatok, ahogyan ez régen is, és ma is ez a célunk, hogy a művészettörténet és a műkereskedelem figyelmétől övezve szerepeltek gyakran hazai és nemzetközi kiállításokon, és ez is a mi célunk, hogy ezt a kis intézményt úgy hozzuk formába, hogy tudjunk vele külföldre is menni, és végre a szentendrei művészetet tudjuk méltó módon bemutatni esetleg egy galériaszerű intézmény keretein belül, ugyanúgy, mint ahogy más múzeumok is részt vesznek bizonyos projektjeikkel a művészeti vásárokon, mi is szeretnénk ezt megvalósítani. A kiállítótér kifejezetten szentendrei és környékbeli művészeknek kíván bemutatkozási lehetőséget nyújtani. Balogh László beszédében visszaemlékezett, hogy nem volt ez másképp a kezdetekben sem. Itt a közelbe, két házzal odébb, 91 éve születtem. Utána 6 évvel az elemi iskola első osztályt a Kovencsi néninél, ott tanultam meg olvasni, írni, aki generációkat tanított meg erre. Aztán tovább, ha megyek, szóval mindenhova köt engem élmény, és hogy mondjam, nagyon boldog vagyok, ha hát megilletődök, hát ne segítsen. Hát ez olyan dolog, ez a város kicsi volt, negyedekkora az én gyerekkoromban, és most pedig négyszer akkora, már áttekinthetetlen ma holnap, és ami itten lényeges még, hogy az a családias légkör, ahogy a háború előtt ez a kisváros megvolt. És tulajdonképpen ez vonzotta a festőket, mert ilyen már sehol nem volt. És elég az hozzá, hogy ez aztán úgy kiterebélyesett, túl jóra sikerült, hogy elárasztották, és divatba jött ez a szentendrei úgynevezett régi művésztelep.
Na most az én szerencsém az, hogy a főiskola után 57-ben rögtön a régi művészteletre kerültem. Muladi Brigitta kurátor a megnyitón bemutatta az elismert művész életpályáját és a kiállított munkáit. Balogh László értelemszerűen az első kiállítónk itt az IKON-ban, hiszen jelenleg ő akkor elnök, aki a konstruktív szentendrei művészet őrzője és aktív művelője. A kérete során a városban zajló igen fontos művészeti folyamatoknak részese volt, olyan aktív részese, hogy neki volt még lehetősége napi párbeszédeket folytatni arról a művészeti feladatról, amit kitűztek maguknak a művészek, többek között Barcsaival, vagy Mettivel, vagy Dempállal. Metti volt az első, aki a komoly grafikai munkákat végző fiatal ember, aki ebből tartotta el magát Balogh Lászlónak. Egyszer azt találta mondani, hogy neked festeni kell, hiszen te már festő vagy. És ezt a mondatot nagyon sokszor ismétli Laci bácsi is, és mondja, hogy őt még ezek a mesterek indították el a pályán. Gondoljunk bele, hogy Laci bácsi szinte egyidős a múzeummal, a múzeum gyűjteményével, hiszen 70 éves a múzeumunk pont ebben az évben, és a gyűjtő munkának már az elején felfigyeltek a munkatársaink arra, hogy itt olyan mesterek csíráját fedezték fel, például mint Balogh László, aki folyamatosan fejlesztette ezt a nagyon összetett konstruktív szemléletét, és már az első munkáiból is gyűjtött a múzeum, és azokat az emblematikus műveket itt láthatják is a kiállító térben. Az első teremben azok a munkák szerepelnek, amelyek a múzeum gyűjteményéből valók. Ott összesen két munka van, ami a Laci bácsi otthoni műterméből származik. Az egyik egy konstruktív munka, a másik pedig egy nagyon korai naturalisztikus kis ház ábrázolás, magányos ház, amiben már benne van az az említett érzelem, amit a címben meg is örökítettünk, hiszen úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy ő konstruktív, rendkívül sok érzelmet tudnak mozgósítani a művei a szemlélőben, és nem statikusak a képei, mint így korábban olvastam kritikusoktól, hogy ezek kikristályosodott és megmerevedett ikonszerű képek. Én inkább azt érzem a Balogh Laci bácsinál, hogy mozognak ezek a képek, és folyton alakulnak. És hogyha végignéznek a kiállításon, akkor az organikus formák egyre inkább átalakulnak színekké és formákká, azok, amelyek mögött régen ugye az emberalakok voltak, vagy Barcsainak az a szemlélete, amivel az embereket és az architekturális hátteret egyé olvasztotta, és szinte egyneművé tette, és Laci bácsinál már össze is ford ez a kettő, és gyakorlatilag egy egységben mutatkozott meg. Ezt mind végig lehet kísérni a kiállításon. És azt is, ahogyan a horizontális és a vertikális világ, tehát a horizont az inkább a tájat jelenti nála, a vertikalitás inkább az épületeket jelenti. Ez a kettő egyszerűen az új munkáiban már megszűnik, és egy mindenféle irányba nyitott geometrikus mozgó egységet látunk már a képein, hát a legutolsó teremben már nincsenek függőlegesek és vízszintesek, hanem mindenféle irányba elindulnak ezek a formák, és nincsenek lezárva, tehát bármilyen irányba folytathatóak, és ez ebben a számomra a legértékesebb vonás. Balogh László elárulta, mit jelent számára és a művészetében a geometria. A geometria az egyik legszebb képességünk. Na most, a geometriát, ha az érzelem világgal feltöltjük, akkor az egész más aspektust kap. Mindenki Laci bácsi abban sok helyen járt és alkotott, de meghatódva emlékezik vissza Szentendrére, az akkori csendes, kisebb művészvárosra és a tanítóira. Szentendrén a mestereimtől, tehát amikor én ide kerültem, 57-be, az első, közvetlenül a főiskola után az első 8 évben
aki akkor itt dolgozott, azt igyekeztem a számomra profi, amiből profitálni tudok, és igyekeztem megemészteni. Senkit nem másoltam, és rövidesen egy sajátos, konstruktív, dekoratív stílust alakítottam ki, és ilyen formán a műítészek, mondjuk hát itt Németh Lajosra hivatkozom, aki ezelőtt már 40 évvel azt mondta, hogy Balogh László méltó utóda nagy tradíciót vállalt fel, erre tanította Balcsai és Szentendő szelleme. Na most ez a nagy tradíció nálam mindmáig megmaradt, de ez nem külsőségekben jelentkezik, mert azok az öreg festők, akikvel itten együtt évtizedeken át, hogy mondjam, találkoztam, meg mit tudom én, azok annyi mindent adtak át nekem akaratlanul is, mert, hogy mondjam, ez a kisváros akkor egy szeretnivaló, csendes kisváros volt. A festőművész elmondta, hogy hogyan választották ki a kiállított műveket a kiállítás kurátorával együtt. A kiállítás képet elsősorban a birtokomban lévőt, és a kurátor a múzeum birtokában lévő egy-két olyan képpel kifejelte, tehát gyakorlatilag itt egy olyan 25 kép van, de mind ájas alatt. Na most, ami pedig engem illet, hát én büszkén vagyok, hogy ez a bizonyos konstruktív építő szellem, ez nekem megmaradt, és ezzel építettem én ki az én stílusomat. A művész máig kézben tartja az ecsetet, és bár nem fest már teljes képeket, de szívesen átalakítja a már meglévő alkotásait. Most csak, ha látok egy képet, nem tetszik egy folt, átfestem, vagy valami, alapjaiba nem lehet olyan feje tetejére állítani már semmit, mert az embernek az ereje fogytán. Ahogy az ember fejlődik, lehet, hogy talál rajta valami kivetni való hibát, de az nem olyan alapvető. Én minden esetben boldog vagyok, hogy egy életművet összehoztam, és hát ezt a tradíciót tovább vittem. Hamarosan Balogh László festőművész munkáiból mappát adnak ki, amelyet majd külön meg fognak ünnepelni az intézményben. A jelenlegi, az Érzések geometriája című kiállítást pedig július 3-áig tekinthetik meg a Vajda Múzeumban. A Skanzenben lépett fel a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés vígjátékát adták elő. Erről az előadásról láthatnak a következő percekben egy összeállítást. Az Ivancsics Ilona és színtársai első alkalommal szervez színházi fesztivált Szentendrén. A Skanzen amfiteátruma ad helyet ezeknek a szabadtéri játékoknak, így a festői környezet mellett az ókori hangulat is garantált. Az esemény sorozat egy ősbemutatóval és négy vendégelőadással készült, hogy visszaadja az élő színház varázslatos világát a színház kedvelőknek. Idén ünnepli a 15. születésnapját az Ivancsics Ilona és színtársai alkotóműhely. Céljuk, hogy minél több, színvonalas előadást biztosítsanak a színházkedvelő, kultúra szerető Dunakanyar közönségének. Ez az első színházi fesztiváljuk, mely Szabadtéri játékok a Skanzenben címen 5 előadással debütál. A fesztivált Fekete István, Neumark Zoltán, a Koppányi Aga Testamentum a című ősbemutatója nyitotta meg június 18-án. Aggódásom is, síró imádságom is, de hol lesd a könnyeid, idővel a puhászál, előtted az ifjúságot, az elmúlás, hogy messze jár.
A második előadása június 20-án került sor, amely a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház Múri Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című zenés vígjátéka volt. Salgótarján első önálló státuszú színháza 2012-ben alakult, elsősorban nógrádi vagy Nógrád megyéből származó művészekkel dolgozik. A zenés vígjáték központi figurája Balázs, a nyíri birtokos. Szereti a vidámságot, a cigányzenét, és pontosan tudja, hogy hogy mulat egy magyar úr. Ellentétben a feleségével, Pólikával, akinek nincs ínyére a torpízolás. Nem vágták le? De nem ám. De hát én megparancsoltam. Csak hogy én meg leparancsoltam. Hol vagyunk? Ennyi az én szava. Fütyülök a szavára. De hát én egyszer megparancsoltam! Én meg azt parancsoltam! Hát én megparancsoltam! A ki az ura aztán? Itt ne dögjön! Ha meg részeg, akkor meg menjen a kocsmába! A kocsmába! Végül egy egész falu rohan, hogy kibékítse kettejük vitáját. Ebben a komédiában semmi sem visszafordíthatatlan vagy végzetes, ezzel mutatva egy görbetükröt a letűnt kor jóléte felé. A darabban olyan nagyszerű színművészek játszanak, mint a Jászai Mari, Zente és Vastaps díjas Vándor Éva, Házi Anita, Kőkényesi Ági, vagy a Balást megformáló Sós Imre, Vastaps és Zente díjas Rácz János. Ezt a szerepet, ezt még a Covid előtt próbáltuk be. Nyíri Balást alakítom, aki egy dúvad, aki nagyon szeret mulatni. Megmondom őszintén, egy kicsit távol áll tőlem ez a karakter. Én nagyrészt végjátékokban és operett, táncos, komikus szerepeit alakítom. Drámai feladatok is találtak már meg, de az, hogy én a fizikai valómat tekintve nem sokan gondolnák azt, hogy sőt, én magam sem gondoltam, hogy egyszer ez a szerep bármikor is megtalál. Az együttetek! Hogy elmegyünk? Nem már te is ilyen ellenségem! Már mindenki elment! Hol? Itt! Most várják a tarkaporgyó, Pólika! Micsoda dolog ez, maga nem is tartóztatja a vendégeket! Valás! Lettek ott még a szagés! Még csak most jön a mulatságnyomat! A Szabadtéri Néprajzi Múzeum központi feladata a magyar kultúra és örökség őrzése, a társadalmi értékek ápolása. Ez az első színházi fellépése Vándor Éva színművésznőnek a Skanzenben, ám Szentendre városa már többször elvarázsolta. Hát játszani nem, de azért már egyszer-kétszer voltam itt, annak idején még a kislányommal. Aztán még azt hiszem Kanadából volt itt valaki, akinek nagyon jól esett megmutatni. Még egyáltalán Szentendrét, hát ez egy csoda, egy imádnivaló városka. Most már megint kezd ugye föléledni, ugye a kis pandémia után, mint mindenki. De a színházban még nem játszottam, úgyhogy első alkalom. Jó! Jó reggelt, Sanyi! Hát hogyan? Na, kifele! Leolvad itt a csizmájáról a hó, a disznó, lesz itt minden. De jó néz ki a tekintetes asszony máma reggel. Hát csak egy na, kis menjen, fátrozott a tűz. Jó, vágod fát! Le kell hozni aztán kifele a sippincet, ne rakja itt nekem a tüzet!
A színészek alaposan ráhangolódtak az aznapi bemutatóra, készültek a próbára, az első skanzenes debütálásukra. A hely hangulata és atmoszférája magával ragadta a művészeket. Nagyon jó, meg hát, hogy mondjam, jó a társulat, jó a csapat, és akkor az így betölti a teret. De nagyon kedves, kellemes, így ez a nézőtér is. Megmondom őszintén, hát úgy... délután még azért bőven sütött a nap, úgyhogy izzasztó volt egy picit a próba, de hát muszáj volt, mert ugye egy éve nem ment már a darab, és egy kicsit fel kellett újítani a fejünkben, hogy is volt, mint is volt, meg ugye új helyen mindig egy kicsit meg kell szokni, hogy a járások meg, hogy van minden. De szerettük, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon remélem, hogy este is jó lesz. Hát itt a skanzenben délután érkeztünk, hát a tűző napsütésben nem volt könnyű, de mivel régen játszottuk már ezt az előadást, most már közel egy éve, mindenképpen próbálnunk kellett. A közönség rajongott az előadásért, de hát ki ne szeretne egy mulattató, zenével dúsított Móricz Zsigmond darabot. A társulat a pandémia után még nagyobb erőbedobással készült a produkcióra. Már mindannyiuknak hiányzott a színház és a csapat, hisz ez a közeg jelenti számukra az igazi létezést. Az életet magát, egyszerűen az életet, és nehéz volt nélküle, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, és már akkor is nehéz volt, amikor úgy meg volt szabva, hogy hány ember jöhet egyáltalán, hogy hármasával ültek, úgyhogy most, hogy így szabadtéren vagyunk, ugye ez a maszk se kell, úgyhogy ez már egy kicsit úgy emlékeztet arra, mintha tényleg élnénk, és úgy csinálnánk, mint ami volt. Hát nagyon remélem, hogy semmilyen újabb hullám nem tör be, és nem lesznek megint ilyen őrületes mindenféle hullámok, csak már jól leszünk, és beoltva, és akkor mégiscsak valami kis védettséget adunk egymásnak. A tarka te én! Bivaj! Nem mondom, hogy a tarka, mindjárt gondoltam. Mondjad már meg neki, hogy ne beszéljen, mert megfúlok! Mina! Hallgassál le! Úgy jött be ma a Lajos, mintha mi se történt volna. Szóval lejött, és azt mondta, szervusz, Zsani! Tudom, én emleget ez a Mina ilyen 22 év előtti történése. Azt mondta, hogy szervusz, Zsani, én már el is felejtettem, hogy mi kaptunk össze. Ezt mondta. Na hát, én már nem emlékszem. Én, minek beszél erről az a Mina? Na. Hát Zsani néni, legjobb, ha azt mondom, hogy a Pepi néni úgy fogalmaz, hogy 22 év óta nincs férfi a házban. Zsani az egyetlen. Ilyesmi a karakter, de igazából egy érző és vérző szívet takar, mert igazán nagyon családpárt, és összetartja a családot, és pontosan tudja, hogy ehhez bizony szigor kell néha, de szereti az igazságot, nagy igazságérzete van, hát szigorúan neveli a lányokat, hogy úgy mondjam, mert mindig ilyen valakinek a lánya ott nevelődik nála. Valahogy úgy látszik, abban az időben ez volt a divat, hogy ott nevelődjenek, és megtanítja őket az asszonyi életre, hogy mi a dolga egy házi asszonynak, és hogy kell viselkedni. Úgyhogy ő egy igazi nagy karakter, nagy rendszerető, de alapvetően pontosan, hát hogy mondjam, olyan kis huncut. Pontosan tudja, hogy kinek a szívében mi lakik, pontosan tudja, hogy ki mire gondol, és nagyon szereti a gyerekeket, és drukkol a boldogságuknak. Csak azt is tudja, hogy ezt nem adják ingyen, és azért igenis meg kell dolgozni mind a kettőnek. Nagyon szeretem őket, most már hosszú évek óta a Zente Ferenc Színháznál is úgymond tag vagyok, mert én már 20 éve egyébként az Egri Gátonyi Géza Színház tagja vagyok, de korábbról ismertem jó néhányukat, volt, akivel itt találkoztam össze, de nagyon szeretek velük dolgozni. Oh, man!
hogy elfagyott, kertem lesz a rózsaszára. Hogy a rózsám, a rózsám is állhat végül. Nem élhet egy mosik asszony nélkül. Már te is menni akarsz, szívecském? Igazán nem szép, hogy megbontod a társaságot. Én? Ezzel mágába sincs. Az anyátus sárga vigalóját! Innen senki nem megyél, vagy mindannyian jönöm! Viktor, micsoda bunda ez? Neked ilyen bundád van? Biztos adósság! Az én adósságom! Biztos adósság! Mert az is marad. Húzzad, Mircse, szakadjon meg a balélek! Oké, hogy önök vagy a rellensége! A darab Mikó István rendezésében került bemutatásra. A színészeket élő zene kísérte a színpadon, megteremtve ezzel az igazi falusi mulatságok, vigasságok hangulatát. Igen, Mikó Istvánnal sikerült úgymond kihozni belőlem az állatot, ami ehhez a szerephez szükséges, de színészként én ezt kifejezetten szeretem, mikor egy kicsit kimozdítanak a komfortzónából, és esetleg magamban is meg tudok találni olyan színeket, amikről eddig nem volt sejtésem sem. A Váci Dunakanyar Színház első idei önálló produkciója, Szigligeti Ede, Mohácsi testvérek, Horváth János Antal darabja, a Liliomfi, melyet a mai napon mutatnak be az Amfiteátrum színpadán. Az utolsó vendégprodukció június 27-én az Ezerarcú Délvidék Dunamenti Táncparádé lesz a Magyar Állami Népi Együttes előadásában. A darab magyarok, szerbek, horvátok, németek, románok sokszínű tradicionális kultúráját mutatja be. A szervezők fontosnak tartják, hogy a szabadtéri játékok a skanzenben első évétől az ország minden tájéka képviselve lehessen egy-egy kiváló produkcióval. Céljai között szerepel, hogy igazi magyar drámakincseket vigyenek színre, és hasonló értékrendben gondolkodó társszínházakat hívjanak meg. Ez volt már a Művészváros, azonban ha további kikapcsolódásra vágynak, akkor vegyenek részt a Múzeumok Éjszakája országos programsorozaton. Ezen a hétvégén műhelyek és különböző múzeumok várják majd a látogatókat itt Szentendrén is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szép hétvégét, viszontlátásra!